Köszöntök minden kedves nézőt, én Bereznai Dani vagyok, és nem lehetnék ennél sokkal izgatottabb, ugyanis minden év egyik legfontosabb napja számomra a nap, amikor megszüntetik a Forma 1 hivatalos játékánál, a legújabbnál az embargót, és elkezdhetem készíteni az aktuális játékkal a videókat. Ez a nap most eljött, és Magyarországon tőlem láthattok először F1 23 gameplay tartalmat. Bahreinben vagyunk itt, és ezután a rövid verseny után egy Silverstone-i versenyt is fogunk futni. Ez a videó maximum 15 perces lehet, és offline játékmódban tudok egyelőre a játék ezen verziójával játszani. Mindössze 6 pálya van, szóval Las Vegas-t még nem tudom megmutatni nektek, de ha jól tudom, akkor június 2-án lesz egy olyan frissítés, amiben mind azt a pályát és a Breaking Point újfajta story módot is játszhatom. Most viszont elrajtol a mezőny, és egyből kilövök Sargent és Tsunoda közé, majd Stroll és Bottas mellé is bemegyek, és hát kicsit itt várok türelmesen, hogy nehogy megsérüljön az autó, egyből rengeteget előzök. A mesterséges intelligenciát 110%-osra állítottam, ez a legerősebb, amit állítani lehet. Én ugye e-sportoló vagyok, de azért éreztem már úgy, bevallom már itt jókorán, régebbi játékokban, hogy sokkal jobban meg kellett küzdenem a pozíciókért, és a nyers tempóm is most a mesterséges intelligenciához képest mindössze néhány nap játék után jobbnak tűnik, mint valaha. Én azért preferálnám, ha nem lenne ilyen könnyű őket megelőzni, és emlékszem, volt olyan játék, amikor hetekig a 110-es AI sokkal gyorsabb volt, mint én, és nem csak az autóbeállítások miatt, hanem mert szimplán annyira a határon kellett lenni, hogy legyőzzem őket. Persze, lehet, hogy az e-sportolók érzelmei nem sokat számítanak, és szeretné a játékkészítő cég azt, hogy egy átlagosabb játékos, ha sokat gyakorol, eljuthasson arra a szintre, hogy a legerősebb mesterséges intelligenciával versenyez, azt is szóba is le is győzi azokat, mert ez jelenti sokat számára a végső sikerélményt. A grafika szerintem a lemenő napban egészen gyönyörű, az autók csillogása, a rázókövek, az ég, a fa, fű textúra, szuperlatívuszokban tudok erről beszélni, természetesen ultra grafikai beállításokkal versenyzem most is, Piastrit próbálom, az utolsó pontszerző helyért már itt a második körben az egyes kanyar külső ívén megelőzni, és sikerül is. Ha a középső alsó szegmensét nézitek a képernyőmnek, ahol a sebességet, ERC töltöttséget, fordulatszámot és a váltó fokozatot láthatjátok, feltűnhet nektek azt, hogy a kigyorsításokon szinte egyből padlógázt nyomhatok. Ezzel szerintem jól megmutatom nektek azt, hogy mennyivel könnyebb ebben a játékban kigyorsítani, a gázreakció sem olyan hirtelen, és a hátsó tapadás a mechanikus kigyorsításokon nagyobb. De összességében a köridők ennek ellenére 2 másodpercet lassultak a tavalyi játékhoz képest ezen a pályán. Itt azt is láthatjátok, hogyha nem pont a turbulens levegőben autózol, hanem kívülről belülről egy aláfordulást készítenél elő, akkor nagyon-nagyon közelről lehet követni az előtted haladókat. Ez online is így van, de online játékmódot sajnos még nem mutathatok nektek, de offline sem lő már ki az AI, a mesterséges intelligencia olyan irreálisan a kigyorsításokon, ahogy régen tette, és összességében a közeli versenyzés sokkal jobb lett velük ezáltal, vagy legalábbis balanszosabb, reálisabb. Nekem probléma volt az, hogy voltak kanyarok, ahol irreálisan gyorsak voltak, voltak kanyarok, ahol irreálisan lassúak voltak. Most nagyon-nagyon hasonlóan mennek, mint te, maximum kicsit lassabban vagy gyorsabban. Itt a szélárnyék hatás erejét láthattátok, ahol Zhu megelőzött engem, szinte kilőtt mögülem, viszont ahogy mellém ért, elfogyott a lendülete, visszahúzottam a szélárnyékban mögé, és én is egy rövid szakasz alatt már jelentős lendületelőnyt szereztem ellene, és ugyanúgy körbe tudtam autózni, mint Piastri az előző körben. Előttem van most Ocon, Norris, és itt azért látjátok azt, hogy a féktávokon
még mindig lehetnének a lassú kanyarok előtt erősebbek a mesterséges intelligencia. A Mercedes azért nem annyival jobb autó, mint az Alpine. Lehet, hogy csoda autó beállításaim vannak már most, nem tudom. Az e-sport szezonig sajnos nem fogok nektek sem mutatni autó beállításokat, ezt kérlek értsétek meg. Hihetetlen sokat dolgozunk a Mercedes-szel, hogy milyen legyen a legjobb. Hintába ültessük a beállításunkkal az ellenfeleinket, mint most Okon tettem, és nagyon fontos titokba tartani a riválisokhoz képest, és higgyétek el, vannak olyan jó indulatú nézőim, akik bármit meglátnának tőlem, konkrétan ők erőt fektetnének abba, hogy megkeressék az ellenfele csapatokat, és megadják neki a bereznai beállítását. Már hallottam több e-sportolótól, hogy megadják a beállításaimat. Magyarok, akik nem szeretnék, hogy jól teljesítsek, és minden esélyt megadnának a többieknek, hogy legyőzzenek engem, és végre eltűnjek már a mezőnyből. De amúgy megnyugtatnám azokat a nézőket, hogy én amikor eltűnök majd az e-sport mezőnyből, mert egy nap eljön ez a nap sajnos, remélem minél később, de én sem élhetek és versenyezhetek profi szinten örökké, miközben ez full Kimi Räikkönen Nazar Hungaroring eset volt. Bejátszom, hogy mire gondolok, drift és előzés. Kicsi bocsit kértem Marisztal, de amúgy ez biztos jól nézhetett ki kívülről. Szóval, amikor egyszer eltűnök a mezőnyből, én akkor is tervezem csinálni ezt a YouTube-ozást. Nem biztos, hogy csak gameplay lesz, lehet, hogy lesznek több autós videók, edzős videók, az is lehet, hogy utazós videókat fogok csinálni, de összességében imádom a tartalomkészítést. És amiért itt már elkezdtem elégedetlenkedni, az nem más, mint az a játék hiba, amiről már a bemutató videómban is meséltem, hogy körülbelül 5-6 perc játék után elkezd akadozni a játék, elkezd késni a kormányod, elkezd elmenni a force feedbacked, és újra kell indítani a játékot. Ezt a versenyt is úgy vettem föl, hogy az egykörös időmérőn visszavonultam, mentem 2 kört, kiléptem a játékból egy verseny közbeni mentéssel, visszaléptem, folytattam a versenyt, és a verseny végére így is elkezdett akadozni, és látjátok, hogy itt az utolsó körben hiába akartam megelőzni Gaslyt, több apró hibát elvétettem, itt is egy picit csúsztam le a csúcspontról, de már összességében nem tudok annyira precízen kigyorsítani, és nem tudom annyira precízen terelgetni az autómat. Szerintem ez a kigyorsítás sem lesz sajnos emiatt teljesen optimális, és hát ezt nagyon-nagyon várom, hogy június 2-án ezt a hibát javítsák. Azoknak fut jól a játék, akik nem fanatek eszközöket használnak, szóval itt a hiba nem a videókártya driverrel vagy ilyenekkel van, hanem a fanatek és a játék kompatibilisása valamiért mindig megtörik. Közben láttátok, hogy a befutónál villogott Gasly, és hirtelen elkezdtem rá közeledni. Ez ugye a villogás azt jelenti, amikor kifogy az elektromos energia, végül a Bahreini nagydíjon a 7. helyen értünk be. És nem is húzom tovább az időt, ugyanis forognak a percek. Egyből Silverstone-ra ugrunk, ahol egy 22 fokos napsütötte időjárás vár minket, és ugyanaz a pályarajz animáció, meg a rajtrács animáció, mint a tavalyi években. Talán a grafika egy icipicit szebb lett, de nem történt nagy változás. Szerintem lassan el kell, hogy jöjjön az ideje, amikor a pályákról több szexi vágóképet mutatnak nekünk a verseny előtt, a rázóküvekről néhány legendás kanyarról. Kigyulladtak a lámpák, mind az öt, és el is aludtak, és Sargentot le tudom rajtolni, viszont a külsőben kicsit belemelek a gázba, hogy pofátlanul Hamilton hazai versenyén 10-et előzzek egy szektor alatt. Mára 12. vagyok, de be tudok jönni Alonso mellé, és még Tsunoda mellé is bedugom az orrom. És az előző játékban ilyenkor már neked fordult volna az AI. És én szeretem azt, hogy amikor az AI van a belsőjével, akkor legyenek agresszívak veled. Ugyanúgy, ahogy ez a valóságban is történik. Az AI a pozíció, aki a belsőjében van, és legalább fél autóval a másik mellett van. Viszont a mesterséges intelligencia az előző játékokban nagyon sokszor észre se vette, mintha vakon vezetett volna, hogy mellette vagy belül, és szimplán neked fordult, és elképesztően örülök annak, hogy ez most nem történik meg. Viszont ez nem normális, hogy a legerősebb mesterséges intelligencia ellen egy szektor alatt tudok nyerni 10 pozíciót.
Én nem tudom, hogy ezzel hogy nem tudnak évek alatt többet kezdeni a Codemastersnél, és most már az EA Sportsnál, de mikor helyetted a mesterséges intelligencia megír komplett cikkeket és elvégez csomó feladatot a mai világban, olyan dolgokat tud csinálni, amik 5 évvel ezelőtt nem voltak, nem hiszem el, hogy gyakorlatilag az elmúlt 5-6 évben maga az AI versenyzési minősége az nem nőtt jelentősen. Itt is bejöttem Norris mellé a külsőben, hagyott nekem mérföldnyi helyet, semmi agresszió, semmi kreativitás okon. Itt ugyanúgy megy, mint a sinen a vonatkocsik, nyugodtan bemehetek mellé következmények nélkül, és már a 8. vagyok, úgyhogy ugye a 20. helyről kezdtem meg a versenyt, és összességében különösen a rajtnál sokkal több lehetséges ívet meg kellene tanítaniuk a játékfejlesztőknek, a mesterséges intelligenciának, ugyanis az nem történhet meg, hogy mindig van egy fél pályányi hely, ahol nyugodtan elsúrralhatok mellettük, és nem úgy, mint a valóságban helyezkednek ide-oda, hanem követik egymást, mint a mozdonyok. Itt közben láthattátok a megott Beckett bejáratánál, hogy milyen erősen magába szívott a szélárnyék nagy tempónál, utána a turbulens levegő miatt viszont kicsit csúszkáltam a kanyargós részen, és aztán megelőztem Bottast. A szélárnyék hatás úgy összességében mindenképpen erősebb lett, mind az egyenesben, mind a turbulens levegő hatása is egy kicsit, de még mindig nem annyira erős, mint a valóságban, sem a turbulens levegő, sem maga a szélárnyék. Szóval szerintem azért nagyon szoros online versenyeket fogunk tudni ezzel is játszani. Itt elnyomtam 20-25% erszet, hogy a DRS-en belül keveredjek, ugyanis a 3. körtől kezdve aktiválható az állítható hátsó szárny, ami ugye csökkenti az autó légellenállását a pálya hosszabb kijelölt egyeneseiben. És itt erre is felhívnám a figyelmet, hogy a DRS is szerintem hatékonyabb lett, és az ERSZ is hatékonyabb lett. Szóval még nagyobb stratégiai elem lesz az, hogy ki mennyire spórol, ugyanis amikor a csapattal játszottunk online, akkor akár egy másodpercet lehetett hozni ERSZ használattal, vagy ERSZ spóroláshoz képest egy hosszabb egyenesben, ami egészen elképesztő, de összességében örülök neki. Ugye az ERSZ az a 163 lóerőnyi elektromos energia, gyakorlatilag 2 átlagos UC autó ereje még elektromotorra rásegít, és ezt te irányítod. Itt közben óriási akció megy, az első 6-1 másodpercen belül van, és kicsit megtorpannak az aik a kigyorsításon, és itt gondolkodtam azon, hogy mennyire legyek a pofátlan vagy sem. Szerintem bemehettem volna következmények nélkül a belsívre, de nem tettem, szerettem volna életűen versenyezni, viszont ettől lehet, hogy kicsit ezzel megfosztottam magam az első hely esélyétől, ugyanis a két Ferrari elhúzott, Gasly és Russell egymás mellett, és beültetem őket a hintába úgy, hogy nem is tudnak róla, nevető harmadikként fordulok alájuk az 1-es-2-es padlógázas kombinációban, kis elektromos rásegítéssel és padlógázzal, hihetetlen elszántsággal sikerült lendület előnyt kiautózni, de mivel itt van előttem a két Red Bull, ezért ugyanúgy én is nyithattam az állítható hátsó szárnyat. Szerintem az is tisztán látszik, amit mondtam, hogy a gyors kanyarokban milyen határozott az aerodinamika hatása, és közben itt elégedetlenkedek, hogy a kettő Red Bull csatázik egymással is, ezért értékes időt veszítünk sajnos a Ferrarihoz képest. Nagyon jól gyorsítok ki, és nevető harmadikként elmegyek mellettük, előttem Sainz és Leclerc is néhány pillanat erejéig egymás mellett voltak, de sajnos nem vesztenek annyi időt, és 1,8 másodperc a lemaradásom. Van 60% elektromos energiám, de ez nem hiszem, hogy elég lesz a futam győzelemhez. Szerencsére itt pont DRS zónán belül tudtam keveredni, és itt bizakodtam abban, hogy ugyanaz megtörténik majd, mint az előző körben a kettő Red Bullos között, ugyanis Leclerc hihetetlen közelről követte Sainzot, és vártam, hogy már itt a kopszba menjetek be együtt, de Leclerc okos egyszerűen, vagy lehet, hogy ez is bele van programozva a mesterséges intelligenciába, hogy csapattárs ellen kevesebb kockázatot vállalnak. Mondjuk akkor miért csatázott volna a Red Bull, de itt a megott Becketsbe sem egymás mellett mennek be. Láttátok, hogy mindent megpróbálok kiautózni az autóból. Nyomom a gázt, ami a csövön kifér. Mosolygok, de nem tudom miért. Leclerc megelőzi Sainzot. Én hihetetlen agresszívan bedobom az autót.
Talán ezért mosolyogtam, tudtam, hogy itt felteszek mindent egy lapra és Leclerc mellé is megpróbálom bedobni itt az utolsó csúcsponton. De ez teljesen irreális lett volna, nem mintha a Sainzos előzés olyan gyakori lett volna. Meg kell elégednünk az első F1 23-as versenyünkön egy hetedik és egy második helyen, de az utolsó helyről rajtoltam Hamiltonnal, felálltunk a dobogóra a hazai közönség előtt. Lesz még nagyon-nagyon sok-sok videó, még sok dolgot el akartam mondani, de kommentálni is akartam közben, nem olyan egyszerű ez. Köszönöm szépen a figyelmet, a lájkot semmiképpen ne felejtsétek el megnyomni, mert hihetetlen sokat segít, iratkozzatok fel, stali!